A közelgő választásra hívta fel a figyelmet a SZETA EGRI alapítványa a roma közösség körében. Felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt pártokról szóló totóval készültek, illetve egy közös főzésre várták őket. Ezzel igyekszik a szervezet felhívni a romák helyzetére a figyelmet. Nem tudják az emberek, hogy milyen jogokkal vannak felruházva, hogy kell elmenni szavazni, nem ismerik a szavazólapot, nem ismerik azt, hogy maga a szavazás miről szól. És mi azt szeretnénk, hogy kicsit erről sokkal többet tudjanak a itt lakó emberek. A rendezvény további célja, hogy az ott élő roma lakosok ne adják el szavazataikat, hangzott el a programon. A helyi béketelep akciócsoport is csatlakozott hozzájuk, akik az EGRI SZETA-val régóta együttműködnek. Ők is fontosnak tartják, hogy az ott lakók éljenek állampolgári jogaikkal, és menjenek el szavazni. Ne maradjanak otthon, ne legyen nekik mindegy az, hogy... mert gyerekek nőnek fel, meg az ő érdekük is. Menjenek el szavazni. A helyi országgyűlési képviselőjelölteket nyílt levéllel keresték fel, melyben azt kérték, írják le, hogy milyen elképzeléseik vannak a magyarországi cigányság hátrányainak csökkentése, valamint az EGRI béketelep és a Szalai városrész élhetőbbé tétele érdekében. Négy képviselőjelölt jelent meg a rendezvényen, ahol személyesen válaszolták meg a feltett kérdéseket. Kertészné Kormos Noémi Dékás jelölt válaszában kiemelte, a minimálbér létminimumra emelése szükséges, valamint a közmunkát nem látja megoldásnak a problémára. Tóth Zoltán a Momentum jelöltje hangsúlyozta, olyan Magyarországot szeretnének, ahol a cigányok a magyar kulturális és politikai nemzet teljes jogú tagjai. Hangsúlyozta, ugyanolyan bánásmód illeti meg őket, mint mindenki kimást az országban. Komlósi Csaba az LMP országgyűlési képviselőjelöltje válaszában elmondta, a helyi jól működő kezdeményezések folytatására, erősítésére van szükség. Vámos Csaba független jelölt kiemelte, az elmúlt 28 évben sok ezer milliárd forintot szórtak el integráció címén, és semmi nem változott. A független jelölt hangsúlyozta, cselekedni kell. A képviselőjelöltek egyetértettek abban, hogy az oktatás, a továbbtanulás jelentheti a megoldást.